nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Hát most nem vagy olyan vidám és derűs, mint legutóbb, mikor bent voltál nálam, de hát akkor még az a világbajnokság előtt volt, jó pár héttel még, akkor még ugye úgy számolgattuk, hogy akár összejöhet az a bizonyos kvóta mennyiség, hogy három férfi súlyemelő ott lehet az olimpián. Jelen állás szerint egy sem. A mostani állás szerint. Mostani állás szerint egy sem, de én bízok benne, hogy egy férfi versenyzőnk az mindenképpen ott lesz. Amikor arról beszéltünk, hogy három férfi versenyző oda kerülhet, és majd később az Európa-bajnokságon még egy hölgy versenyző, tehát négy kvótáról álmodoztunk, akkor ez teljesen reális elképzelés volt a férfi válogatottnál, hiszen ugye kvótás helyen voltunk, és az elért addigi eredményeink, az teljesen azt lehet mondani, hogy följogosítottak erre, hiszen az Európa-bajnokságon nagyon jól szerepeltünk, minden versenyzőnk benne volt a 10-be, és hogyha azt az eredményt tudják hozni, tehát súlyba a versenyzőnk, amit ott az Európa-bajnokságon hoztak, akkor ma három kvótáról beszélhetünk. Hiszen akkor itt pont, és miért nem hozták? Hát ez a nagy probléma. Mert ez a kérdés. Mi történt Amerikában? Sérülésre panaszkodott több versenyző, aminek volt ugye komoly alapja. Mindenféle orvosi segítséget megkaptak, hiszen a sportkórházban rendkívül segítőkészek voltak. Úgy nézett ki, hogy Baranyai Janinak is gyorsan meg fog gyógyulni a sérülése, de sajnos ez nem következett be, és ez rendkívül szomorú, mert hogyha azt a 336 kilót, amit az Európa-bajnokságon teljesített tavasszal, most megcsinálta volna, akkor 18. lett volna a versenyen, és egy csomó pontot szerzett volna, tehát azzal már közelebb kerültünk volna a kvalifikációhoz. Egyszerűen az hihetetlen, hogy a Sóki nem tudta megismételni az előző világbajnokságon nyújtott jó teljesítményét. Miért lett csak 29. Hát mi is ezt vizsgáljuk, mert ez roppant érdekes dolog, ugye Európa bajnok lett, ugye juniorba, rátette erre az Európa bajnoki teljesítményére még 5 kilót, tehát ő, amit lehetett, az biztos, hogy mindent megtett, és ennek ellenére ezzel a teljesítménnyel 29. lett, tehát azt jelenti, hogy az ázsiaiak és a többi távoli országban lévő versenyzők fantasztikusat fejlődtek egy év alatt, szinte hihetetlen, és meg voltunk teljesen döbbenve ezektől a teljesítményektől. Értem. Vaspőri Gábor is sérült volt, térsérülést szenvedett, ugye? Igen, ő neki nem volt előzménye, semmi. Ott a versenyen sérült meg, kijött az első szakító gyakorlatokra, és utána már sajnos a lökésre nem tudott kijönni, mert olyan fájdalmat érzett a térdében. Értem. Most egy kicsit előre szaladok, mert ugye azt akartad fejtegetni, hogy majd az Európa-bajnokságon ugye egy férfi versenyzőnk kiharcolja az olimpián való részvételt.
Most eléggé vékony ez a mezsgye. Elmondom miért. Mert ha megnézzük a most indult férfi súlyemelőket, azok közül ki lehet az, aki ezt abszolválja. Ugye Gyurkovics Feri, ugye ő az, aki a maximálisan jól szerepelt itt a világbajnokságon, vagy esetleg a Nagy Péter. Igen, nem, te Gyurkovics decemberben, ha minden igaz, ő lesz a szövetségi kapitány. Akkor marad a Nagy Péter. Csak most láttuk Nagy Péternél is, hogy valamiért ő is tud betlizni. Mert most nagyon gyengén emelt. Ezért mondta, hogy nagyon vékony jégen vagy most, van a magyar súlyemelés, hiszen ki az, akiben lehet vakon bízni, hogy az egy férfi kvótát megszerzi az EB-n? Itt is csapatkvalifikáció van, tehát itt például a férfiaknál hétbe kell lenni, abba a hétbe, aki nem kvalifikált az olimpiára. Erre megint ugye a szakemberek azt mondják, hogy ez teljesen reális, tehát előttünk körülbelül 3-4 olyan csapat van Európában. Jó, de hogy a Gyurkovicsot most, ha kivesszük a csapatból. De nem vesszük ki. Nem? Hát a Gyurkovics Feri az segíteni fogja mindenképpen a csapatnak a szereplését. Tehát, hogyha ő lesz a kapitány, akkor is indul a versenyen? Természetesen. Ha. Azt mondta, hogy az lesz neki a búcsú. Értem. A búcsú versenye, aha, arra még szeretne fölkészülni. Na, ez még nem hangzott el ez így, mert ugye csak ezt pedzegetik a rádióban is, hogy ugye két elnök jelölt van, tehát nem titok, nem csak a Gyurkovics Feri van a kalapban, van egy, igen, másik szem is, ki is a másik? Szövetségkapitány. Szövetségkapitány, így van, ki a másik? Végeredményben most egyetlen egy jelölt sincs. Tehát most ki van írva egy pályázat, aha, és majd megvárjuk, hogy kik adják be a pályázatokat. Még senki nem adta be? Még idáig senki. Hát van nekik még egy hetük majdnem. Ja, és utolsó napon. Igen, hát ezt úgy szokták általában, a jó szokás szerint utolsó pillanatban. Szóval a Magyar Súlyemelő Szövetség két edzőt választott ki, négyből, akiket én javasoltam. Igen. Ugye itt a Szűcs Endréről volt szó, Likerec Attiláról, Gyurkovics Ferencről és Szász Lászlóról, de ők a nemzeti kiemelt edzői programba vesznek részt. Tehát ők nem szövetségi kapitányi helyre voltak javasolva, mert az elnökségnek az egyik szakmai tagja is azt kérte, és teljesen jogosan, hogy most ilyet mi ne jelöljünk, hanem majd később a 17. elnökségi ülésen döntsük el, hogy ki lesz a szövetségi kapitány, és ezért kényszerhelyzetben voltunk, mert ezt le kellett adni, ezt a két nevet a MOB részére, így ezt meg kellett tenni mindenképpen elnökségi határozattal alátámasztva. Akkor a Gyurkovics is, a másik ki? Szász László, az eddigi utánpótlás szövetségi kapitány. Ő neki tehát a munkájának a meghosszabbításához azt hiszem nem férhet kétség. Ő, amit vállalt, azt teljesítette, lehetett volna egy kicsit többet is, de szerintem ne legyünk ővele telhetetlenek. Mikor fog akkor felszállni a füst szövetségi kapitány kérdésben? 17-én. December 17-én. December 17-én. Ezek szerint akkor a jelenleg még aktuális kapitány Ördög István viszi el a világbajnokság után a balhét? Tehát ő tehet róla, vagy ő is tehet róla, hogy ilyen gyengén szerepeltünk? Hát sok emberrel beszéltem, és hát ők azt mondják, hogy a szövetségi kapitánynak nagyon nagy sara van ebbe, azt mondják. Hát először is nézzük azt meg, ugye, hogy a sikeres Európa-bajnokság után 3-4 hónapig nem edzettek a versenyzők, nem szervezett nekik edzőtábort. Utána megszervezte az edzőtábort, lement a másodedző, a válogatott másodedzője, és ő meg elment szabadságra. Ezt a MOB-nak az ellenőrzése is föltárta, augusztusban behívattak bennünket, engem is, főtitkárasszonyt is, az edzőt is, és akkor leültünk ott öten a MOB-nak a jogászával, és hát ugye megkérdezték tőle, hogy mi történt, mit csinált ez idő alatt, és mondta, hogy a klubjának a feladataival foglalkozott, és megkérdezték tőle, ugye, hogy hát miért kapja ő a fizetését.
és akkor elismerte, ugye, hogy hát nem ezért, mondták neki, hogy ha úgy gondolja, akkor itt föl is állhat magától, de határozott idejű szerződése van neki január 31-ig, így nem lehetett őt leváltani, ő meg azt mondta, hogy ő szeretne maradni, és szeretne dolgozni. És ezek után ő maradt, dolgozott, de hát nem tudta motiválni az embereket, mert nem nagyon fogadták el. Hogy nem nagyon tudta motiválni az embereket, ehhez raknék hozzá egy kérdést. Ebbe közel játszott az is, hogy Nagy Péter is megvált Ördög Istvántól? Tehát Nagy Péter is gondolom beszélhetett róla, hogy valami nem kerek, hiszen lecserélte az eddigi saját edzőt Ördög István, vagy ő volt az edzője is. Ez teljes mértékben így van, ezt el kell fogadni. A Péter is úgy érezte, hogy már nincs meg az a jó kapcsolat, nincs meg az a motiváció, és ezért a régi edzőjével, Olá Imrével, aki őt felfedezte, azzal kezdett újra dolgozni. De akkor eléggé rossz helyzetben is az Ördög István, hiszen tudta azt, hogy a MOB részéről is ugye feltárták, hogy ő nem nagyon dolgozott. Ugyanakkor meg az eddigi nagyon jó verseny, ez Nagy Péter is úgymond megvárt tőle. És úgy kell a válogatottat motiválni. Tehát nehéz. Ez megint csak egyet kell, hogy értsek veled, de mi bíztunk benne, mert azért ezt el kell ismerni, hogy egy képzett, intelligens emberről van szó, hiszen ő egyetemi tanár volt. Igen. Tehát ő neki minden adottsága megvolt ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani. Sajnos ez nem sikerült neki, mert elcsúszott úgymond a részletekbe. Tehát kimentek Amerikába, és ott nagyon-nagyon jó körülmények között dolgozhatott, akklimatizálódhatott a magyar súlyemelő válogatott, és hát nem volt velük olyan szigorú a programoknál, tehát hagyta ugye, hogy hát NBA meccseket megnézzenek, amerikai focitól kezdve, tehát jó, minden tehát volt. Úgy volt vele, hogy felnőtt emberek vannak ott kint vele, azok a felnőtt emberek tudják, hogy mi merre hány méter, mit kell nekik tenniük ahhoz, hogy jó szerepeljenek. Ez egyáltalán nem így van, mert az edzéseknél viszont mellettünk edzett az egyiptomi súlyemelő válogatott, és egy olyan edzőnk volt kinn, aki beszél arabul, és ő hallotta, hogy hát az egyiptomi edző miket mond az egyiptomi súlyemelő válogatottnak, és hát azért az nagyon-nagyon szigorú volt, és nagyon-nagyon lehordta őket a sárga földig, hogy hát nekik milyen teljesítményre van szükségük. Igen. Nem verne szokták mondani, hogy egyetemi tanárok nem ide kellenek, mert ők, nekik megvan a maguk is stílusuk, finom kis úriember stílusuk, és az élsporthoz, hogy kihozzák, bocsánat, az állatot az emberből, ahhoz már nem ez a tanári stílus kell. Sok ilyen edző van szerintem, aki tanári stílusban dolgozik, és mégis jó eredményeket hoz, tehát mi úgy gondoltuk, hogy ezt ő is meg fogja valósítani, nem jött be. Amerika. Állítólag Amerikában most még jobban téma a súlyemelés, ott a férfi részleg, mint Magyarországon. Mert itt is most téma a rádióban, mindenhol lehet olvasni, faggatnak téged arról, hogy nincs egy kvóta sem. Amerika rendezte a világbajnokságot, és amerikaiak hogy szerepeltek, a férfiak? Úgy néz ki, hogy nekik sincsen egyetlen egy kvótájuk se jelen pillanatban. Ők még előttünk voltak, amikor Még előttetek is voltak. Pontosan, és hátrébb csúsztak. Tehát és úgyhogy ők rendezték a világbajnokságot. Így van, óriási pénzt fektettek bele, nagyon színvonalasan, tehát lehet, hogy az utóbbi évek egyik legjobban megrendezett világbajnoksága volt, és most per pillanat úgy néz ki, hogy nekik sincs kvótájuk, akik mögöttünk álltak országok, azok akkorát léptek előre, hogy sajnos mi visszaléptünk. De ha megnézzük, hogy 188 tagországa van a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek, abból mondjuk 60 jelentős, tehát mondjuk az egyharmada, és még annak az egyharmadnak is mi az első felébe végeztünk, akkor mondhatnánk azt, hogy nem olyan nagyon rossz ez, de mégis mivel az olimpia körül forog minden, így ez rettenetes. És ez szerintem még rettenetesebb az amerikaiaknál, akik szintén nem szereztek. És beleöltek rengeteg pénzt. És egy nagyon kiváló versenyt rendeztek.
Úgyhogy én úgy gondolom, hogy biztos, hogy ennek még lesz nemzetközi szinten hozadéka, biztos, hogy nem nagyon fognak ennek örülni az amerikaiak, mert ők bíztak a jó szereplésben. Hát nem, miért nem öltek bele annyi pénzt, rendezték? Ezt én is így gondolom. Na mindegy, ez egy érdekes dolog, hogy azért itt több minden van, nem csak annyi, oda megyek is, megemelem a súlyt. Érdekes. Tehát ez a sportvilág, mint látjuk ugye jelen pillanatban, hogy az ökölvívóknál sincs nálunk ugye egy olimpiai kvóta sem. Nagyon-nagyon nehezen gyűlik, éppen két napja hangzott a rádióban, hogy 56 kvóta van. Mentségére mondták a magyar csapatnak, hogy még a csapatsportágok még nem kvalifikálódtak, tehát most még csak 56 egyéni. Hasonló időszakban már 100 körül jártunk, úgyhogy ez nem mentség, ezek tények. Igen, de én ezt úgy gondolom, hogy már, hogy ezen a versenyen is oda kerüljön emberfeletti teljesítményre van szükség, hiszen az EVF-nél is meg volt határozva az a szint, amit meg kellett emelni egy bizonyos súlycsoportba, hogy egyáltalán elindulhasson a versenyen. Tehát nem volt arra lehetőség, hogy kijelölök egy csapatot és kiviszek 8 embert, csak olyat lehetett, aki teljesítette azt a minimális szintet, ez ugyanúgy, mint az úszásba, vagy az atlétikába, mindenhol egy minimális persze. Szint meg van határozva. Na azért a súlyemelésben azért ez nagyon komoly dolog, ugye egy átlag ember ezt már el sem tudja képzelni, hogy ez micsoda komoly teljesítmény. Visszatérve Nagy Péterre, mert ugye őt egy kicsit félretettük, mit mondott neked világbajnokság után, mi volt vele, mi történt vele? Küldött nekem egy SMS-t és elnézést kért, hogy hát ezt ő sem érti, hogy mi történt vele. Ezt ugye 17. lett. Igen, ezt az SMS-t el is tettem a telefonomba. Nehogy azt mondja valaki, hogy én ezt kitaláltam. A Péter rendkívül sportszerű volt, és nagyon el volt keseredve. Minden embernek az életében előfordul ilyen, hogy egyszer rosszul szerepel egy korcsolyázó, el is eshet a jégen. Őnála is szerintem ez történt, úgyhogy úgy gondolom, hogy a Péternek ezt el kell nézni, ő is emberből van, úgyhogy... Nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de hogyha Nagy Péter az első 10-be végez, a csapat eredményén nagyban tudott volna segíteni? Nem tudott volna, ehhez kellett volna még egy negyedik ember. Tehát ő hiába szakadt volna, meg most elnézést mondom, akkor sem történt volna semmi. Ez pontosan így van. Ehhez kellett volna, hogy a Baranyai Jani, aki megint csak egy nagyon-nagyon jó versenyző, és érdekes módon az Európa-bajnokságokon mindig jól szerepelt, és a két világbajnokságon nem jött ki neki a lépés. Ha bármelyik világbajnokságon megteszi azt, amit az Európa-bajnokságon, akkor teljesen jól szerepelünk. Szinte hihetetlen, hogy a legidősebb versenyző a Gyurkovics Feri volt az, aki mind a két nagy világversenyen, világbajnokságon 15-ön belül volt, szinte hihetetlen. Őt hogy fogadták kint egyébként, Gyurkovics Ferit Amerikában? Hát nagyon nagy tisztelettel, nagyon nagy barátsággal, mindenhol köszöntötték, hiszen ő azért a nemzetközi súlyemelésnek egy ilyen ikonikus alakja, olyan ember nincs, aki őt ne ismerni. Hát csak azért kérdeztem azt, hogyha ő lesz majd a szövetségi kaptány, akkor egy olyan arc lesz, akit mindenki ismer, és oda megy hozzá. Tehát egyfajta kapcsolatrendszer már megvan. Hát igen, de azért... A felnőtt. Igen, azért ismerjük azt el, ugye, hogy hát ő neki azért nem kis reklámot jelentett a 2004-es eset. Igen. Úgyhogy azért őt ebből a helyzetből is ismerik, bár ugye a jogászok megnézték minden szempontból, tehát aki letöltötte a büntetését, utána visszakerült, versenyzett, minden az nyugodtan dolgozhat edzőként, csak az nem dolgozhat edzőként, aki el volt doping miatt tiltva. Aki eltiltás alatt áll, mondjuk, mint versenyző, akkor nem lehet edző sem. De utána már lehet. Utána lehet, így van. Ugye most üzenték a vadások, hogy most lehet ünnepelni, de a pezsgő bontásra majd csak 10 év múlva kerüljön sor, mert most már ugye visszamenőleg is meg tudják nézni a ki szedett tiltott szert és ki nem. Ez segít esetleg abban, hogy a magyar válogatott mégis előrébb lépjen, vagy annyira, hogyha most kiderülne egy-két olyan nemzetről, akik most olimpiai kvótás helyen végeztek előttünk, hogy dopingoltak.
Segítene a magyar csapatom? Szerintem biztos, hogy nem segítene, hiszen most 29. helyen állunk, és a 24-be kellene kerülni, nem hiszem, hogy 5 helyet előre kerülhetünk, de ez a doping dolog is ez rendkívül érdekes, hiszen ugye hogy történik egy doping vizsgálat? Úgy néz ki a helyzet, hogy az első 3-at megvizsgálják, és utána sorsolnak mellé még egyet. Valami csoda folytán a magyar versenyzőknek a 60%-a belekerült ebbe az egybe. Mutassanak nekem még egy országot a világbajnokságon, ahol a versenyzőknek a 60%-át megvizsgálták, és a Gyurkovics Ferit most kivételesen nem vizsgálták, az előtte minden versenyen, és az eltelt 4-5 évben a saját bevallása szerint kb. 40-60 közötti dopingvizsgálaton vett részt, ami mind negatív volt. Lehet, hogy a Póca Vajk miatt volt ez? Ugye ő az, aki kisebb ment végül is a világbajnokságra. Hát nem is engedtük ki, ugye nem jött meg neki a dopingtesztje, szerencsénk volt, ugye nekünk külön pénzünk. Igen, csak a Nemzetközi Szövetség elnöke ezt eléggé érdekes tárolásba tette. Hát hogyne, hát ez rendkívül jól hangzik, ugye ez egy bizonyos védelmet jelent azzal szembe, hogyha én kizárok több országot, de lám, én a Magyar Szövetséggel szembe is rettenetesen szigorú vagyok, és ugye ez volt akkor a legnagyobb sláger, ezt el kell fogadni, ő így gondolkozott, mi azért úgy gondoljuk, hogy azért nem ez volt, hiszen egy olyan versenyzőről volt szó, aki egyetlen egy alkalommal sem szerepelt a magyar válogatottban előzőleg. Értem, csak lehet, hogy ezért volt az, hogy 60%-ban a dobogósok mellett magyarokat vittek doping vizsgálatra? Elképzelhető, hogy? Hát egy vak választásról van szó, tehát sorsolnak egyet, sorsolnak egyet. Én régen mindig azt mondtam, hogy ha indul egy Gyurkovics nevű versenyző mondjuk a világbajnokságon valahol, akkor az halál biztos, hogy a Gyurkovics nevű versenyzőt elviszik, őt sorsolják ki véletlenül. Most ugye azokon a helyeken, ahol magyarok voltak, ott a magyarokat sorsolták ki. De sorsolásod nem azért, mert volt ez a Póca-Vajk-féle történet, akkor én, azt mondom. Én ilyet nem gondolok. Én kérdeztem, de akkor nem. Mennyit ártott a Magyar Súlyemelő Szövetségnek ez a fiatalember? Szerintem semmit nem ártott, hiszen nem szerepelt világversenyeken, és a válogatottban sem szerepelt. Biztos, hogy ez egy nagyon nagy hír volt, de hát inkább szerintem ez egy ilyen mondva csinált dolog volt. A fiatalember az már többször megismételte itt a válogatott kerettagoknak is, mert ők megkérdezték előtte, hiszen ők nagyon összetartanak, és tudták, hogy a magyar csapat egy ilyen rendkívül erős, úgymond figyelembe, egy ilyen ellenszélbe készül, és hát itt nem volt megengedhető. Én is többször elmondtam nekik, hogy akinek a legkisebb gondja is van, az azonnal mindenhonnan távozzon el, és hát a versenyzők is megkérdezték a Vajkot, és a Vajk az megerősítette, hogy nem, szó sem lehet róla, ő biztos, hogy nem, úgyhogy nagy valószínűséggel, hát először is a Magyar Súlyemelő Szövetségtől nem kapott semmiféle táplálékkiegészítőt, semmi olyan szerződésben nem voltunk vele, nem kapott ösztöndíjat se, és amit ugye még itt hozzá kell tenni, hogy mi minden klubbal és versenyzővel kötünk egy szerződést, amikor kiváltja a versenyzői kártyát. Ez azt jelenti, hogy ő minden felelősséget vállal a dopingolásért, hogyha ez megtörténik, vagy hogyha ő nem tud ezért jót állni, akkor a klubja. Tehát most a versenyző és a klub elég nagy probléma. Ez a Tatabányai klub, ha jól tudom, ugye? Igen, a Tatabányának a versenyző. Zárásként, milyen érdekes ez a súlyemelés doping, ami hamarosan hivatalos is lesz, pozitívan jövünk ki belőle, mert lesz végül is egy fiatal bajnokunk, Európa bajnokunk, ugye? Úgy néz ki, az LVF-nek a honlapján már szó volt róla, hogy Holló Szilárd, ugye, aki csupán testsúly különbséggel szorult a második helyre az ifjúsági Európa-bajnokságon, közben
ugye megjavította már az Európa csúcsot, ő az Európa csúcsoknak a tulajdonosa. Hozzá kell tennem, hogy most volt az ifjúsági magyar bajnokság a hétvégén, és ott nem hivatalosan, ugye magyar bajnokságon nem lehet hivatalosan javítani Európa csúcsot, 6 Európa csúcsot állított fel, úgyhogy úgy néz ki, hogy ő lesz az Európa bajnok, és talán ehhez még hozzá kell azt tenni. Mert hogy aki első lett annál, akkor... Előfordulhat, hogy ki fogják zárni, ezt várjuk meg a hivatalos értesítést, ez csak akkor lesz hír, de ennek az az érdekessége, hogy amelyik országból jött ez a fiatal ember, a 15 éves, az az ország, az 10 kvótát szerzett az olimpiára, tehát maximális teljesítménnyel, tehát úgy látszik, hogy a felnőttek és az ifjúságiak külön készülnek. Maximális teljesítmények készülnek, mindent beleadnak. Hát nehéz a súly, ugye? Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor zárásként válogatottra akkor most pihenés vár? Nem vár pihenés, hiszen hogyha Gyurkovics Feri lesz a szövetségkapitány, akkor ő már most decemberben megkezdi a felkészülést, és még most beszéltem az egyik edzőjelöltről is, mert úgy néz ki, hogy az egyik egyiptomi edző is idejön Magyarországra, és ő vállalt, hogy szeretné a lányokat fölkészíteni, mert vannak olyan lányok, akikben ő óriási fantáziát lát, annak ellenére, hogy még nemzetközileg nem mutatták meg. Itt két nevet mondanék zárásnak, a Kaszakovács Klárát és a Bazsó Biankát szeretné ő fölkészíteni, mert azt mondja, hogy ezek a lányok sokkal többre képesek. Na hát, bízunk benne, hogy ki is derül hamarosan. Köszönöm szépen, hogy itt volt. További sportosat.